Üdvözlöm a kedves televízió nézőket! Egy örömteli bejelentésre készülünk a mai napon, hiszen a karcagi északi és a déli városrész pályázatot nyert, azaz a város nyert pályázatot a szegregátumokban élők élethelyzetének javítására 250 millió forintos pályázatot. Ebbe utakjavítása, életkörülmények, a szemétszállítás megoldása benne van. Ehhez a napokban kezd hozzá az önkormányzat. Mindenképpen örömteli az, hogy az itt élők már nagyon régen vártak ezekre a fejlesztésekre, és ez a fejlesztés idén tavasszal meg fog indulni. Ahogyan képviselő úr is említette, az önkormányzat még az előző évben nyerte el ezt a pályázatot. Az előkészítési munkálatok zajlottak, hiszen nagyon sok előkészítés kellett ahhoz, hogy rendelkezésünkre álljanak a tervek, a kiviteli és engedélyes tervek, azok a jogi dokumentumok, amelyek szükségesek a pályázat valódi megkezdéséhez. Ennek a pályázatnak két része van, az egyik a szociális programok, amelyeknek a kezdése is a napokban fog megkezdődni, illetve a másik része az útfelújítás, amely a szegregátumban élő közlekedés minőségét, az ott lévő utaknak a javítását jelenti. A déli városrészen a Széchenyi Sugárút kerül felújításra egészen a Vasút utcától a Széchenyi Sugárút végéig. Az északi városrészen pedig a Napsugár utcának egy része, a rosszabbik része kerül megújításra, illetve a Napsugár utcától kezdődően a Gyep utca a szegregátum határáig aszfalt borítást fog kapni. Azért nagyon fontos ezeknek az utaknak a javítása, mert a napokban fog elkezdődni az a további program, amely a tavalyi évben, a nyáron, az ősszel elkezdett útfelújításnak a folytatása kell, hogy legyen. Elkezdett önkormányzatunk egy nagyon fontos programot. Ennek első része volt az, hogy minden utcát az északi és a déli városrészen is útalappal látunk el. Ez az útalap biztosítja azt a lehetőséget, hogy a házhoz menő kukásszállítást, szemétszállítást el tudjuk indítani. A hulladékgazdálkodási vállalat a napokban tervezi azt, hogy kitelepül mind az északi, mind a déli városrészre, és elkezdi az edényzetek osztását. Minden háztartás megkapja az edényt, a kukát. Az edények átadásával elkezdődik az a szervezett házhoz menő szemétszállítás, amely a város több pontján már elérhető, de ezek után vélhetően április végétől, május elejétől a heti egyszeri házhoz menő kukásszállítás fog megvalósulni mind az északi, mind a déli városrész valamennyi utcájában. Tehát ezért nagyon fontosak ezek az útfelújítások, ezért kell egymásra építeni ezeket az elképzeléseket, hogy először az utakat újítjuk föl, ami természetesen utána arra is szolgál, hogy mind az ott élők biztonságosabban, jobban tudjanak közlekedni, mint pedig azt, hogy a mentő, a rendőr, a tűzoltóautó el tudjon jutni minden egyes utcába, a továbbiakban pedig azért, hogy a szemétszállítást is meg tudjuk valósítani. Tehát ez az egyik része annak a pályázatnak, amelyet képviselő úr is említett, és amelyben való közben járását természetesen nagyon köszönjük, mint ahogy köszönjük a magyar kormánynak is a nyújtott támogatást. A másik része, ahogy említettem, a szociális programoknak a lebonyolítása, hiszen több olyan programpont is lebonyolításra kerül ebben a pályázatban, amely kizárólag az északi és a déli város részben, tehát a szegregátumban élőknek a körülményeit, lehetőségeit, a biztonságosabb munkahelyhez jutást fogják biztosítani. Ez a pályázat a kistérségi szociális szolgáltató központ munkatársaink keresztül fog megvalósulni, de ebben a pályázatban egy koordinátor is alkalmazásra került, akit most szeretnék bemutatni, hiszen a következő néhány hónapban, néhány évben az ő munkájára nagyon nagy szükség lesz ebben a pályázatban. Sokat fognak vele találkozni a szegregátumban élők. Ő dr. Farkas Gréta, aki a kistérségi szociális szolgáltató központ pályázati koordinátora ebben a programban. Én szeretném átadni neki a szót, hogy mondja el, hogy milyen szociális programok fognak megvalósulni
ebben a projektben. Köszönöm a szót polgármester úrnak, üdvözlöm a nézőket és a karcagiakat. 2022. február 1-én elindult Karcagon a szegregátumok fejlesztésének komplex programja. Ennek a programnak a célja az akció területen mészegénységben élők társadalmi és gazdasági helyzetéből fakadó hiányosságok csökkentése a helyi sajátosságok figyelembe vételével. Ez a program 28 hónapon keresztül fog folyni, 8 szociális munkás segítségével, ahol 240 főt fogunk bevonni, akik 16 és 54 év közöttiek. Ennek a programnak a keretében különböző tanácsadások fognak megvalósulni, például jogi, pszichológiai, adósságkezelési és munkaerőpiaci, lesznek családi fotózások, filmvetítés, közösségfejlesztési programok és sok egyéb más kulturális program. Ahogyan Gréta is említette, további nagyon fontos pontja is lesz még ennek a szociális programnak, mégpedig az, hogy kapcsolódva a bevezetésre kerülő házhoz menő szemétszállításhoz, olyan akcióprogramok kerülnek majd lebonyolításra, amely a további tisztántartását, karbantartását fogják jelenteni az utaknak, az út melletti árkoknak, járdáknak. Szeretnénk facsemetéket biztosítani ahhoz, hogy a terület zöldítése, a csemetékkel való ellátása, a füvesítés minél szebben és minél jobban megoldódjon, illetve ebből a pályázatból fogunk olyan gépeket vásárolni, elsősorban fűkaszát, fűnyírógépet, láncfűrészt, sövényvágót, amelyet a területen élők ingyenesen bérelhetnek majd, természetesen ezzel is a saját környezetüket szépítve, javítva. Bízom benne, hogy ez a pályázat hozzá fog ahhoz járulni, hogy Karcagon jobban érezzük magunkat, jobban érezzék magukat azok a karcagiak, akik a két város rész lakói, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy a város szebben, jobban karbantartsuk, és jobban éljünk ebbe a városban, közös városunkban, Karcagon.